Fogalmam sincs a további sorrendről, na mindegy. Sziasztok, Matilda vagyok, és elmúlt a december is, és 2018 is, úgyhogy ide egy újabb összegzős videónak. Decemberben elég sok könyvet sikerült kiolvasnom, bár oldalszámban azért annyira nem lett sok, mert mondjuk múlt hónapban többet olvastam ahhoz képest oldalszámban, mint most. Na de akkor nézzük is, hogy mi mindent olvastam. Hát igazából a legelső könyv, amit kiolvastam decemberben, az Bertolt Brecht-től A Kurázsi Mama és Gyermekei című dráma volt, de az csak magyarra kellett, úgyhogy ezt igazából nem is számolom. Azután olvastam Fábián Jankától Az utolsó boszorkány történeteit. Ez volt az első próbálkozásom olyan igazi történelmi regénnyel, ráadásul ez romantikus történelmi regény is. Ez a könyv arról szól, hogy Sárosi Felícia nagynénjét boszorkánysággal vádolják, és hát ki is végzik, és ő pedig kitanulja igazából a boszorkányság mesterségét a tőle is, meg a nagymamájától is, és ő így boszorkány lesz, tehát füvekkel tud gyógyítani. És őt követjük végig az éveken keresztül ebben a kötetben, és utána a második részében is, mert mind a kettőt kiolvastam. Igazából tetszett, meg jó volt így elsőre Fábián Jankát is olvasni, meg a történelmi regényeket is, viszont azzal a második kötettel annyi problémám akadt, hogy az utolsó 150 oldalnál ugortunk egy ilyen jó 30-40 évet szerintem, vagy lehet még többet is, és az utolsó résznél ott már nem is Sárosi Felíciát követtük, hanem neki az unokáját, és az így furcsa volt ez az ugrás, ráadásul ez egy három részes sorozatban lett kiadva, és a harmadik része, az utolsó boszorkány lánya, abban pedig Felícia lánya van benne. Tehát igazából az a könyv úgy játszódik, hogy így nagyjából ennek a könyvnek a felébe kéne beégelni azt a könyvet, és ezért nekem fura is volt ott az ugrásnál, mert így hirtelen nem tudtam, hogy akkor kik is ezek a karakterek, és a harmadik részét terveztem elolvasni, de most még nem, majd lehet, hogy valamikor máskor, mert ez így nagyon furcsa volt ez az ugrás, és igazából így nagyjából tudom, hogy mi történik abban a könyvben. Szóval ez egy kicsit furcsa lett megoldva. De még lehet, hogy fogok Fábián Jankát olvasni, mert igazából egészen tetszettek ezek a könyvek. Hát ugye decemberben karácsony van, úgyhogy elég sok karácsonyi témai könyvet is olvastam. Az egyik ilyen volt Gogoltól a The Night Before Christmas. Ez egy nagyon rövid kis történet volt, amiben egy kis oroszországi faluban voltunk, és igazából a főszereplőnk feleségül akarta venni a falu legszebb lányát, és segített ebben neki az ördög, és miközben karácsony volt, de így furán hangzik, de egyébként egy nagyon élvezetes, kis, könnyed történet volt. Az oroszok egyébként ilyen furcsán, vagy hát ilyen furcsa történeteket szoktak írni, amik egészen tetszenek. Ezután olvastam a Louisa May Alcott-tól az A Merry Christmas and Other Christmas Stories. Ebben Louisa May Alcottnak több karácsonyi novellája van összegyűjtve, és egy részlet a kisasszonyokból. Ebben nagyon aranyos kis novellák voltak, főleg az elején lévők azok nekem jobban tetszettek. Az utolsó 2-3 az már olyan ilyen kis közömbös volt, de az elején nagyon aranyosak voltak, és emlékezteti az embereket, hogy igazából mi is a lényeg a karácsonyban. Ez is jó volt. A harmadik karácsonyi történet, amit olvastam, L. Frank Baum-tól a The Life and Adventures of Santa Claus. Ez egy Mikulás eredet történet, és irtózatosan aranyos volt, és nagyon-nagyon jó volt. Hasonlóan tetszett, mint a fiú, akit karácsonynak hívnak, azt is nagyon imádtam, és több Mikulás eredet történetet szeretnék most már olvasni, mert annyira aranyosak, tényleg. Jó, mondjuk a fiúkat karácsonynak hívnak, az kicsit
brutális helyenként ez azért könnyedebb volt ahhoz képest, meg elég megható volt. Aztán kiolvastam a hónapban még a Csillaglélek című verses kötetet, de egyébként nem vagyok annyira oda a versekért. Nem tudom miért, én soha nem voltam oda a versekért. Nem is olvastam őket élvezetből, csak iskolában, amikor kellett. Nem tudom, tényleg. Mindegy. Én inkább a regények felé húzok, a versek annyira nem érdekelnek. De ezt elolvastam. És jó volt egyébként. Elolvastam egy újabb karácsonyi történetet. Ez pedig a Hogyan lopta el a Grinch a karácsonyt. Vagy most már magyarul azt hiszem csak simán Grinchként jelent meg. Szóval elolvastam a Grinchet, mert ez egy karácsonyi klasszikus, és muszáj elolvasni karácsonykor. Egy másik könyv, amit decemberben olvastam ki, és szintén az iskolához kell, pontosabban az érettségihez, Borbély Szilárdtól a Nincs telenek. Ez a könyv nekem nem tetszett egyáltalán. Nagyon, nagyon, nagyon nem tetszett. És valószínűleg azért, mert ez szerintem nem az én korosztályomnak van írva. Nem tudom, de ettől a könyvtől egyrészt elment az életkedvem, másrészt a kedvem az olvasástól is. Szóval, ja, ez nem talált be nálam ez a könyv. Nagyon nem. És említettem szerintem többször is a tavalyi év folyamán, hogy szeretném újraolvasni az In the Wild a sárkányzat sorozatot, mint hogy jön belőle a film is, és előtte újra szeretném olvasni, hogy lássam, mi minden egyezik a könyvben és a filmben, meg hogy visszakerüljek az In the Wild a sárkányzat lázba, amiben mindig benne vagyok, szóval tök mindegy. Úgyhogy elolvastam újra az In the Wild a sárkányzat első részét, az In the Wild a sárkányzatot, és még mindig imádom. Még mindig annyira jó, annyira cuki, nagyon-nagyon jó. Úgyhogy majd folytatom a többi résszel is, mert annyira jó ez a könyv. Ezt több embernek kéne olvasnia. Csak el kell tudni vonatkoztatni a könyvtől, és garantáltan élvezetes lesz. Szintén elolvastam decemberben a Legendás állatok második részének forgatókönyvét, a Grindelwald büntetének forgatókönyvét. Ebben a könyvben egyetlen egy jó dolog van, az pedig a borítója, mert az gyönyörű, viszont újra átéltem minden egyes problémát, ami volt a filmmel kapcsolatban, de erről van egy 40 perces videóm, szóval ha az valakit érdekelne, itt megtalálja, ide belinkelem. Hát igen. Másodszorra is sok volt. És az utolsó könyv, amit fel fogok mutatni, ezt valahol karácsony előtt olvastam szerintem, de most ezt fogom utolsónak mutatni. Ez pedig Tóth Klaudiától az Emma az utazó. Ezt az írónő küldte el nekem személyesen, amit ezúton is köszönök. Ez egy bájos kis történet Emmáról, aki nagyon szeret utazni, ahogy a cím is sugallja. És családi hagyomány a családukban, hogy amikor valakinek születésnapja van, megpörgeti a földgömböt, és rábök találomra egy országra, és akkor odautaznak el, ami egyébként tök jó. És tetszett is ez az ötlet. És most Emmának volt születésnapja, és ő Afrikára bökött rá, és elmennek Afrikába, és azt is tudni kell, hogy Emma nagyon szereti az elefántokat, és már nagyon régóta vágyott arra, hogy elefántokat lásson, és most végre elmennek Afrikába, és láthat élőben elefántokat. Ráadásul itt Afrikában többet tud meg, mint csak, hogy látja az elefántokat. Szóval én ezt a könyvet igazán élveztem. Ahhoz képest, hogy nem az én korosztályomnak íródott, de mint tudjuk, hogy imádom a gyerekkönyveket, meg a gyermekkönyveket, bármilyen mennyiségben jöhetnek, szóval ez egy igazán szívmelengető kis történet volt, és én ezt csak ajánlani tudom. Ja igen, és még annyit hozzátennék, hogy nagyon aranyos kis illusztrációk is vannak benne, és nem érdekel, hogy meg nem mondtam, hogy aranyos. Aranyos volt, és kész. Én ezeket a könyveket olvastam ki decemberben, és ti mit olvastatok decemberben? Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, találkozunk a következő alkalommal.